Szervusztok! Ez most itt az a Citera iskola folytatása. Úgy gondolom, hogy most már annyit fejlődtünk úgymond a dalok szintjén, hogy lehetne már egész komolyakat is megtanulni. Ugye kezdtünk az egész kis első szinttől, aztán utána folytattuk. Ugrottunk folyamatosan, így egész gyorsan. Akkor most már úgy gondolom, lehetne a nehezebbeket is tanulni. Mit szólnak hozzá? Én azt mondom, hogy akkor kicsit hangolok, aztán szépen... semmivel mostanában, csak így. Hát ugye, hogyha több citere van, akkor nyilván be kell hangolni egymáshoz őket, de most így fölösleges. Na. Lényeg, hogy a kvárt meglegyen szépen. Na. Akkor, tehát nézzünk először is egy magyar nótát. Nagyon szeretik, mert jó pattogós, ha úgy nézzük. De lehet szépen elegánsan is előadni ilyen. Tehát nem olyan túl gyorsan. Az a címe, és akkor nézzük meg, hogy hogy vannak a hangok. C, A, C, D, 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 F, G, C, D, D, C, H, D, C. Aztán. Fölfogni annak itt a nehezebb részt, azt eljátszom még egyszer, hogy itt ahogy fölmegy, édesanyám, kedvesanyám, egyszer már csak jön. Utána,
Remélem érthetően elmagyaráztam, próbáltam a magyarázásba nem belebonyolódni nagyon. Aztán mutatok egyébként szívesen nektek egy ilyen kézzel írott kottát, itt csak le vannak írva a hangok, de ugye nem tudom mennyire látszik. Szépen le vannak csak írva a hangok. Ugye ez annak jó, aki tudja magát a dalnak a ritmusát, csak a hangokat nem tudja. Viszont, aki nem tudja a ritmusát se, annak szépen így leírják a ritmus értékeket is szépen itten. Berajzolgatják fölé, ahogy van leírva a hangok, az fölé van még egy sor, és ott van a dalnak a ritmusa. Azért mondom csak el, mert aki még csak most ugye elkezdte, az akkor ismerkedjen meg ebben is. A vonal rendszeresről meg annyit tudok mondani, hogy szerintem mindenkinek volt énektanára. Hát kinek milyen ugye? Volt valakinek, volt használható, hogy úgy mondjam. Hogy jobban elmondta a dolgokat. Van, aki nem. Van, akinek nem. Hát ugye ott is az volt, hogy tanították szépen a hangokat, hogy hogy van a vonalrendszerben. Meg a, mindig így tapsoltunk, hogy tá, tá, tí, tí, tá, és akkor ilyen kis jaj, de jó kis dalocskák, a tények, de tényleg emlékszek rá, nálunk is így volt. És akkor... Hát mit mondjak? Emberileg nem volt egy... nem tudom, nem. Inkább nem mondok véleményt. Szerintem mindenkinek megvan a saját véleménye mindenkiről. Vagy jó, vagy rossz. Én ezt nem osztanám meg, hogy az énektanár milyen volt szerintem. Mindenkinek volt rossz és jó tapasztalata is. Maradjunk ennyiben. Na. Ez volt az egyik, amit mutattam. Ez az édesanyám, kedvesanyám, ami úgy kezdődik, hogy paprika só, szó, ami szó. Ez a címe. Paprika só, szó, ami szó. Kimegyek a Doberdói Nagyhegyre. Ezt szerintem legtöbben ismeritek. Mindjárt akkor ezt is szépen eljátszuk belőle egy verszakot, aztán megnézzük, hogy hogy van.
Különben erről írtam egy kottát, mert egy kedves kollega kérte, hogy írjam már le a kottáját, és erről van is. Ez a kimegyek a Doberdói Nagyhegyre. Úgyhogy ennél van egy kis puska is, úgyhogy itt el tudom mondani. Lassabban, de bonyolodjunk bele. Viszonylag egyszerű, mert hogyha azt nézzük, így folyékonyan megy szépen le a dallam. És itt tehát nincsenek olyan nehézségek, itt ilyen egész folyamatos, ha az újrendet tekintve nézzük, azt is egyszerű kiképezni. Síratni. Akkor nézzük a hangokat. Hozza ki a kuferó, a beívó lesz.
hogy Csíkszentgyörgyről hallottam ezt a dalt, és bizony szomorú, ahogy meg van írva. De, hogy egy kicsit jobb kedvre derüljünk, azért gondoltam, hogy akkor mondjuk még eljátszunk valami vidámat. Lehet, hogy egyszerűbb, de ezért ne vessetek most meg, mert már három nehezebbet mutattam. Valamennyire nehezebbet. Na. Forráskúti lányok nyugodt ültettek. Azért forráskúti, mert forráskútak vagyunk. De mindenki a saját falujába énekülheti teljesen nyugodtan. Szatymaziak úgy szokták, hogy szép szatymazi lányok nyugodt ültettek. Úgy tudom, hogy ez Szatmárival van eredetileg. De igen, azt szép szatmári lányok tyúkot ültettek. Na, nézzük meg, hogy hogy is van ennek a úgymond kottája, hát a hangjai. Én elköszönök tőletek, jó citerázást, jó tanulást, most már azért tudtok elég sokfélét, könnyebbet, nehezebbet, egész nehezet. Ilyen indulókkal még nem foglalkoztunk ugyan, de lehet, hogy a befejező részben még mutatok olyat is. Na, sziasztok, köszönöm a figyelmet! Jó citerázást, jó tanulást! Sziasztok!